Nos, ez itt az Átlátszó Podcast, én Hont András vagyok, és itt ül velem mellettem Sarkadi nem Márton az Átlátszó újságírója, a Bodoki Bence, aki a technikus kollégánk és vendégünk, Márkizai Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, aki tavaszi országgyűlési választáson az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje volt, és a Kalamajkák ebből származnak, ugyanis ismételten forra a közélet, és attól hangos a, elsősorban a kormánypárti média, de nem csak kizárólag, hogy dollár baloldal van Magyarországon, ugyanis a Fidesz ellenfelei a jogszabályok megkerülésével külföldről vettek igénybe kampánytámogatást, mégpedig az Action for Democracy szervezeten keresztül, amelyet a városházának amúgy munkatársa korányi Dávid gründolt valahol Amerikában, erre mondta azt az ellenzék, és személyesen már Péter, aki még egyszer ismétlem itt ül velem szemben, hogy valóban kaptak pénzt az Action for Democracy -t alapítványtól, de ezek mikroadományok voltak, és nem közvetlenül a kampányra fordították őket, hanem a magyarországi demokrácia megerősítésére, hogy ők fogalmaztak kultúraváltásra. Az újabb fordulatok az ügyben azok, azok voltak, hogy ezen a hétvégén Rákai Filip kormánypárti influencer egy képernyő fotó alapján azt kísérelte meg bizonyítani, és jelen pillanatban ennek egyelőre Érdemleges cáfolata nincsen, hogy nem mikroadományozók voltak, összesen 11 támogatót sikerült az Action for Democracy honlapján megtalálni, és amikor ők akartak akadományozni az Action for Democracy-nak, akkor sikerült, és a számláló egyből felugrott 11-ről 12-re. No, itt tartunk, még annyit előzetesen, hogy a Pilátus úgy kerül a krédóba és az átlátszó az egész történetbe, hogy az a szervezet, amely vélhetően a Nemzetbiztonsági Bizottság szerint ennek a forrásnak a jelentős részét felhasználta, az az úgynevezett datarat cégcsoport, melynek működéséről az átlátszó írt először részletesen Magyarországon, még 2020. januárjában ennek a cikknek a szerzője, az megint csak ismétlem mellettem ülő Sarkadi vagy volt, és azt tárta akkor föl, hogy olyan figurák állnak az ellenzéki adatgyűjtés mögött, profilozás és adatgyűjtés mögött, akik a korábbi MSPSDS kormány meghatározó figurái voltak, és ők próbálják meg az ellenzék szekerét betolni a különböző kampányokon, ennek az egyik első és leglátványosabb jele az önkormányzati választás volt. No, hát ennyi így jó megkérdezem a jelenlévőket, hogy pontosan foglaltam-e össze, vagy hogyha kiegészítő előny hogy valójuk van, akkor mondják Marci. Szervusz András, nagyon kívánok a polgármester úr, és kedves hallgatókat is üdvözlöm. Annyi kiegészítést tennék, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt bemutatott prezentációnak a diasora, és az azt kísérő a Nemzeti Információs Központ főigazgatói levél szerint a az Amerikából érkező támogatásoknak a túlnyomó része a datadathoz, és a cégcsoport működési, cégcsoport a politikai kérdésekben a Kampány, kampányok során véletlenül szorosan együttműködő Oráculum 2020 Kft-hez, az ez a lényeg kiadójához került, összesen több mint 2 milliárd forint. És, és még talán azt is megemlíteném, hogy 2020-ban, amikor én először írtam erről az egész történetről, akkor elsősorban nem is az volt a novum, és az izgalmas, hogy kik állnak, uh... A Datadat székcsoport mögött, hanem az, hogy milyen módon ö, működött együtt a Datadat, és ez a lényeg abból a célból, hogy politikai marketing ö, üzenetek ö, szerint megírt újságcikkeknek tűnő dolgok kerüljenek Facebook hirdetésre a választói csoportok felé. No és akkor megkérdezem ugyanerről Márkizai Pétert, annyi kiegészítést teszek még az általam elmondottakhoz, csak hogy érthető legyen, hogy van egy harmadik funkciója is, ami lényeges ebben a történetben a Mindenki Magyarország mozgalom elnöke, és hogy az Action for Democracy, ez az amerikai pénzügyítő szervezet, az nem a pártoknak adta kampánytámogatásra, hanem az MMM-nek, hogy végezzen kultúraváltást. No, akkor van-e van És mindenkit nagyon szeretettel köszöntök, és köszönöm a meghívást is. Nyilván egy jó szinopszist kaptunk a bevezetőben, ebben egy dologra szeretném csak fölhívni a figyelmet, hogy az, hogy mikroadományok, illetve ki, hogy használta fel, ezt nem én állítottam, Ugye Andrásnak itt az előszavában, ez, mint hogyha ezt én mondtam volna, én csak az a Action for Democracy-nak a kommunikéjéből vettem ezt az információt, ahogy azt is, hogy ők útleveleket ellenőriztek, és a többi. Én egyébként megtaláltam azt az oldalt, ahol tényleg a, a, a magyar állampolgároknak angol nyelven megjegyzem, Amerikában hirdették azt, hogy aki magyar állampolgár, az itt regisztrálhat támogatásra. Az is tény, hogy a 11 vagy akárhány adományozó egy oldalon, ehelyett ugye az Action Network-ön gyűjtötték az adatokat, ahol én ezt az előző nyilatkozatot is megtaláltam személyesen, és ahol nincsen számláló, tehát azt nem tudjuk, hogy ott hányan adakoztak, de valóban ezek mind az Action for democracy vonatkozó kérdések, ugyanúgy, ahogy a az orákulum 2020 KFT-re vonatkozó kérdésekre is sajnos én arra nem tudok válaszolni, hogy az Action War Democracy hogyan gyűjtötte a pénzt, vagy az adatokat, a datadat, ezeket nyilván tőlük kell majd megkérdezni. Nekem azt hiszem, hogy az egyik legbővebb információm például a datadatról az éppen a Mártonak a cikke. Na jó, itt van két gyűjtő szervezet, az egyik gyűjt pénzt, a másik meg az adatokat, a kettő között meg megtalálható ön. Igen. Próbáljuk meg rekonstruálni ezt a szituációt. Hogy értesült akkor Először is mikor értesült róla, és hogyan, milyen formában, hogy egy nagyobb pénz fog érkezni valamire, és mit mondtak, hogy mire. Uh -huh. És kicsoda mondta természetesen. Igen, tehát nyilvánvalóan Korányi Dávid keresett meg bennünket azzal, hogy ők szívesen segítenének nekünk. Őt ismerte előtte? Találkoztam már vele 2019. májusában, és szerintem akkor életemben először, és aztán hosszú ideig utoljára. Amikor milyen, milyen, van, milyen, milyen, milyen ö, minőségben találkozott vele? Mi az MMM támogató, mmm támogatást akartunk gyűjteni az Egyesült Államokban, amikor 2019. májusában jártunk ott Kéz Zoltánnal, és akkor ennek a találkozó sorozatnak? Ugye hát volt egy fundraising lába, ami New Yorkban volt, és ezt a korányi eh, Dávid szervezte, és abból tudomásom szerint egyetlen fillért se kaptunk egyébként. Tehát ez egy... sok magyarral találkoztunk, volt egy jó beszélgetésünk, egy magas... Eh... Ki hozta össze őket? Önöket? önöket, meg gondolom, kint New Yorki ki magyar vagyok, akkor nem biztos, hogy tudok találkozni. Tehát művel. ez a korányi Dávid hozta össze. Oké, de a korányi Dáviddal kihozta hozta össze, mint... Hát ezt a Kéz Zoltán nem megkérdezni, engem a kézoltán. Ez a NIC prezentáció, amit már emlegettünk, ez, ez, ez mint, hogyha azt említette volna, hogy bizonyos Krisz Maroshegyi volt. Ezek a Maroshegyi nem jött van. New York tehát neki ehhez nem volt köze. A Maroshegyi Krisz, Amerikában született magyar származású, tehát magyar szülőktől, akkor inkább így mondom. Én ott akkor találkoztam vele egyedül, és azóta sem. Nincs kapcsolat közöttünk. Egy nagyon szimpatikus ember volt, aki, a, ez is egy tévedés volt egyébként ebben a kormányzati nagy titkos szolgálati igénylő anyagban, hogy azt írják, hogy finanszírozta volna mi utunkat, tehát tudomásom szerint nekem lehet, hogy egy, egy, egy fizetett, vagy egy kávét, de azon túl semmit. Én nem kávézom, melleslégy. Ez de... való igaz, ezt meg tudom erősíteni, egy távol kiáltuk meg az átlátszóban, már köszönjük. Köszönöm szépen. Ezzel kor, korumpál engem az átlátszó. Na, tehát mindesetre ott a Kriszmaros ő segített nekünk a különböző szenátorok és képviselők irodáiba eljutni, a German Marshall Fundhoz elmenni, és a többi. Tehát én azt láttam, hogy ő ott helyben, a, egy lobbyista egyébként is, a, Orbájt asszonynak a cégénél dolgozott akkor, és aki szabadság. Aki volt külügyminiszter a Clinton kormányban, és ő kivett szabadságot, és a szabadsága alatt kísért minket, tehát az a két nap ez nem egy óriási dolog, szóval mindesetre ott hangsúlyozta akkor is, hogy nem, az, nem a cége, nem az Orbájt cég, hanem ő ezt egyfajta Magyarország érdekében végzett önkéntes. Milyen munkában. nyelven beszéltek? Magyarul, tehát ő beszél magyarul egyébként, nyilván hát angolul is beszéltünk sokat, hiszen Magyarul nem beszélő emberek jelenlétében illendően angolul beszéltünk, de ő beszél magyarul. Tehát én akkor találkoztam vele, a korány Dávid, ő nem járt, akkor Washingtonban, amikor mi, is fordítva a Krisz nem járt New Yorkba, amikor mi ezután a találkozó után átmentünk New Yorkba az ottani magyarokkal találkozni, akkor találkoztam én a Korányi Dáviddal, és mondom, ahhoz képest, hogy egy fundraisingre mentünk, akkor mondták, hogy ezt ne hangsúlyozzuk különösebben, hogy most beszélgessünk, rendben van, de hogy én, nem, én azt gondoltam, hogy ott bemondjuk rögtön, hogy akkor hogy tudják támogatni a, az MMM-et, azt mondták, hogy nem ez most New York vagy Washington? Egy New York, New York. Visszatértünk Igen, a korányi Dávidhoz. Na, és ebből adódóan nem is jött egy filérse. -e tehát én azt és után... miért mondtak, hogy miért ne hangsúlyozza, hogy... Ja, hát nem tudom, illendőségből, vagy nem tudom, miből gondolták ezt így. Ők úgy gondolták, hogy majd a támogatások azok így is, úgy is. Ha már megismernek, akkor jönnek majd a támogatások. De még egyszer mondom, tudom, lehet, hogy érkezett aztán az MLM számlájára kinti magyaroktól pénz, ezt nem tudjuk, mert nyilván a tételesen megvannak, vannak, hogy kik adományoznak, de hát azt nem tudjuk, hogy ezek közül lehetette olyan, aki ott járt például ezen a New találkozón, de hogy közvetlenül utána biztos, hogy semmi látszata nem volt ennek. Jó, tehát Kéz Zoltán szervezett egy adománygyűjtő turnét az Egyesült Államokba 2019 tavaszán. Koronel Dávid segítségével. Ezt legalábbis de azt hogy ők egymást honnan ismerik arról? Azt nem tudom. Azt nem. És oda keveredett Kriszmaros, nem New Yorkban. Nem Washingtonban. Így van, ez teljesen más. Tehát ennek az ideje egybeesett, de a Kriszmaros-hegyi ő a kormányzati kapcsolatokban segített nekünk, tehát az Egyesült Államok külügyminisztériumában jártunk mind a két nap, amikor ott voltunk, és a többi. Egyébként éppen akkor járt ott Orbán Viktor és is, és nagyon szórakoztató volt, hogy az egyik helyszín, ahova mentünk egy találkozóra. Ugyanabban az épületből jött ki a havony árpád, és nem is tudom már kicsoda, akkor. Tehát mi ott várakoztunk az utcán, és erre kijön abba az épületbe, amiben mi bementünk, abba előttünk jött ki a havony. Én már meg sem merem kérdezni, hogy ez milyen épület volt. És őszintén nem emlékszem, de vicces lenne, ha éppen egy soroshoz köthető épület lenne, ahova a habony kijött. De nem állítok ilyet, nem emlékszem, hogy melyik a sok szervezet. Miért ki... elképzelhető, hogy soros épületekben is voltak New Yorkban? nem soros épületekben, de hogyha, a, mit, most nem tudom, hogy a German Marshall fund kezdve melyiket éppen ki, hova de ez most Washington, nem? Ez Washington. Jó. Igen, és akkor most ez Washingtonból fontos. jöttek ki a... Washingtonban a... Washington a... ott volt éppen Orbán Igen. Viktor, és az, aznap legalábbis én nyilván a Trump elnökkel találkozott, de a Havny Árpád az járt abban az épületben, ahova mi is mentünk. Mondom, én nem tudom, én nem tudom sajnos a soroshoz kötni egyik szervezetet se, akikkel találkoztunk, de Fidesz sajtó ezt majd biztos megteszi, mindig meglepődöm rajta, hogy az átlátszó támogató NED az hirtelen a CIA-nek a nem tudom mi lett. Tehát, hogy ez egy nagyon számomra is mi információ, egy, hogy itt a CIA támogatja tulajdonképpen az átlátszó ez, szerint. Ezért tegyünk be egy megjegyzést, itt nem támogatásokról van szó, hanem pályázatokról. Tehát nyilvános Na, pályázatokra. Mindegy, minket nem a... támogatott a NED. Tehát azt de nem is pályáztak. Ez is igaz. Na, hát igen, így. de majd akkor lehet, úgy nehéz, fogunk. ne, nehéz Most már lehet, a, hogy fogunk ezek A, lo, a lottó ötös. Most, hogy, az hogy ember a titkos szolgáltatásokból nem... kiderült, hogy ott lehet pénz, kap, ezek szerint vagy nem tudom, Az ember kapni. nem, nem most, lesz most már lehet, szelvét. hogy majd a magyar, de a kultúraváltás érdekében elkeresik őket is. Eddig nem tettünk ilyet. Jó, megint. Olyat semmit nem kérdez. Kész Zoltán bizalmi embere volt ebben az időben, majd arra is. Kicsoda? Kész Zoltán a bizalmi embere ebben az időben. Ja, hogy ebben a elnökségi tag volt, igen. Semmi olyasmit nem kérdez meg tőle, hogy te Zoli, hát ő kicsoda és is, honnan ismered? De könnyen lehet, hogy megkérdeztem, de fogalmam nincs. Tehát ha meg is kérdeztem és válaszolt, én már nem emlékszem rá, hogy honnan ismerik egyet. Jó, lendüljünk akkor ezen. De nem túl. hiszem, hogy bármelyik fél két két 2019 tavasz, mikor találkoztak utána Korányi Dáviddal? Hát most, hogy jobban meggondolok, szerintem idén. Tehát a következő találkozó, én úgy emlékszem, hogy közben én nem találkoztam vele, de most őszintén szóval. Tehát amikor már miniszterelnök mondokat, jelölt volt. De már miniszterelnök jelöltként találkoztam, igen, és ő, szerintem ő vetette fel, emlékeim szerint legalábbis nyilván logikusan, ő vetette fel azt, hogy tudna támogatásokat hozni az Egyesült Államokból. Mire? Az MMM-nek a VÁL kampányára. Milyen kampányára? Kultúraváltoztató kampányára. Tehát az MMM kultúraváltoztató kampányra, mert tudta azt korányi Dávid, hogy az MMM-nek égetően szüksége van kultúraváltoztató kampányt folytatni. Ezt nem csak ő tudta, ezt mindenki tudta. Tehát mire az Action for Democracy fölmerült egyáltalán, addigra mi már több száz millió forintot gyűjtöttünk össze itt Magyarországon. És fizetett hirdetésekben gyűjtöttünk pénzt. És azt a pénzt, amit fizetes hirdetésekben gyűjtöttek, azt pontosan mire is a kultúra változtató De kampány. Ez a kultúraváltoztatás, ez hogy kell? Elképzel. Hát például kiírjuk, hogy Orbán hazudik. Vagy a migráns számlálót kirakjuk, hogy mindenki tudja, hogy migránsokat ebben az országban nem soros, hanem Orbán Viktor hord be tömegével. Tehát az ellenfél, hiszen ön akkor Orbán Viktor kihívója, a két mondjuk így esélyesnek tekinthető miniszterelnök jelölt, az félről rosszakat mondani hirdetés formájában, az nem a választási kampány Az része ellenfélről elmondani, az, de ez egy kampány része, de nem a, a pártpolitikai kampány része, ez a lényeg. Tehát akkor a CÖF, amikor azzal kampányol, hogy uh, nincs Énnek ez... Feli, tessék, vagy, hogy, miniféri, vagy bármely, igen. igen? igen, igen, Akkor, akkor ők nem hazudik. a Fidesz választási kampányát csinálják. Nyilvánvaló, hogy a kormány érdekében kommunikálnak, jogilag nem pártpolitikai kampány csinálnak, a probléma ezzel kettő, az egyik az, hogy hazudik, a másik az, hogy ezt közpénzen teszi. De abban az esetben, hogyha ez. Ami egyik az ránk. Nem közpénzen tenni. most hogy melyik részét. Ha nem közpénzen, közpénzen, nem, közpénzen nem. teszi és nem hazudik, akkor teljesen legális. Tehát az, hogy ha ők azért lobbiznának, mondjuk, hogy tiltsák be az abortuszt, ugye tétlezzük fel, hogy a Fidesz harcolni akar az abortusz ellen, és ha a az lenne éppen a programja, hogy tiltsák be az abortuszt Magyarországon, és ezt ő adományokból nem közpénzből megtenni, azt szerintem teljesen legális De lenne. De az akkor MMM is... sem az abortusról, beszélt, hanem egy választási kampány időszakában az ön ellenfeléről mondott ezt meg azt. Igazságon. Az ön véleménye szerint, a fideszesek véleménye meg az, hogy ön miniferi, amiben a minit én a magam részéről egész biztosan cáfolni tudom, mert meglehetősen magas emberről beszélünk, bár Gyurcsány Ferenc sem alacsony. Na de, térjünk vissza akkor egy kicsikét erre a helyzetre. Tehát, a, a, egy választási kampány, két szereplő, és ebből az egyik lejárató kampányt folytat a másikkal. Nem az abortusról beszél, hanem a másikkal ekkor nem a választási kampány részese. Tehát a CÖV, amikor ön mini felízi, akkor nem a választási kampány ez, részese. Ezért se. nagyon fontos tisztázni, azt. nem pártpolitikai kampány részese. Így van. Tehát amit a törvény tilt, az az, hogy pártokat nem lehet finanszírozni. És amit ha a törvény tilt, van, a Fidesz törvényei. Ha mi azt Betart, tehát ha valaki betartja a Fidesz törvényeit, akkor ön szerint rendben van, tehát a CÖF rendben Nézze, van. A, a CÖF helyében ezt plakát Fidesz és a többi törvényeit mi betartottuk, igen. Marci? Uh, jó, akkor azt mondjuk, hogy legalábbis az önök pontja szerint betartották a törvényeket. Uh, azt azért megállapíthatjuk, hogy ez a kultúra változtató kampány egybeesett a választási politikai Sőt, azt is a, a korai Dávid is elmondta, hogy nem véletlenül esett egybe. Bizonyára elmondtam. Elmondta. Elképzelhető a, az, hogy a. Még a honlapjukon is szerepelt. Magyar. Az angol nyelven. Magyar választók egy jelentős része az nem tudta megkülönböztetni egymástól a politikai és a kultúraváltoztató kampányt. Sőt, elképzelhető, hogy a magyar választóknak a jelentős részét most meglepetésként érő, hogy volt egyáltalán egy kultúraváltoztató kampány, ami bármiben is különbözött volna a politikai kampánytól. Biztos, hogy a magyar választók jelentős részét az is meglepetésként érni, hogy létezik olyan, hogy CZEF például. Tehát én azt gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy a magyar választópolgárokat mi éri meglepetésként ebben az értelemben, hanem hogy a magyar jogszabályokat betartja valaki, vagy nem. Pedig nagyon érdekes, hogy a magyar választópolgárokat méri meglepetésként, hiszen... Őket az is meglepetésként éri, hogy Orbán Viktor az összes szankciót megszavazta. Ez szemmel látható, hogy a magyar választópolgárok több mint felének meglepetés, újdonság, nem tudnak róla. egy kultúraváltó kampányt kell indítani majd ennek érdekében, hogy ez világos legyen. Így van. Na, De... egyébként most éppen ezt csináltuk, tehát mi például egyébként úgy, mint más politikai szervezetek is, mi például a, nemzeti, a civil nemzeti konzultációnkban többek között erre hívjuk fel a figyelmet. Na tehát akkor a, ahogy a, tehát akkor a nemzeti konzultációk sem a Fidesz kampánynak a részei ön szerint. Nem pártpolitikai kampányok, hogyha ezt Tehát van rendben szépen. vannak. Nincsenek rendben semmi. De az önöké viszont rendben van. A miénk az rendben van, mert nem közpénzért csinálunk, és nem hazudjuk. De egyébként most csak ez egy mellékszál erre, majd még visszatérhetünk, sőt, térjünk vissza. Ebben ő teljesen biztos, hogy nem közpénzből teszik? Persze. Ez alatt nem magyar közpénzt értek. Semmilyen közpénz. Biztos benne, hogy biztos. az Action Fund Democracy milliárdjai van. mögött nincsen Igen. más állam közpénze? Én biztos benne. Hogyha a mikroadományozók esetében, hogy is mondjuk csak, azt még nem állíthatjuk egyértelműen, hogy tévedett, de vannak arra utaló jelek, hogy tévedett, amikor a... Action for Democracy közleményére támaszkodva tartott sajtótájékoztatót, és azt mondja, hogy ön a részletekkel nincsen tisztában, mert hiszen ezt az Action for Democracy-tól kéne megkérdezni, akkor ennyire, 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 egyértelműen és elvágulagosan miért mondhatja azt? Ez hogy... egy logikai kérdés, így van, tehát nyilvánvalóan bizonyítani, azt se tudom, hogy hányan gyűjtöttek pénzt, vagy hány embertől gyűjtött pénzt az Action for Democracy, és elfogadom azt, hogy ők azt mondják, hogy mikroadományokat hogy gyűjtöttek. De nem tudja nem... Azt bizonyítani, Én nem tudom bizonyítani nem ne más, más állam De én éltem az Egyesült Államokban, és ezért merem kijelenteni, hogy ha kiderülne, már pedig előbb-utóbb gondolom, ha más nem akkor jön egy Snowden vagy valaki, és sok mindenre fény, amit eddig titkolni akartak. Ha kiderülne, hogy amerikai közpénz állna mondjuk az Action For democracy színnek a kampánytámogatása mögött, abból az Egyesült Államokban óriási botrány lenne, és ebben egy fél kormány belebukna. Azt nem állítom, hogy ez lenne az újabb Watergate, de mindenképpen olyan szintű botrány lenne, hogy más nem mondjak az Egyesült Államoknak van egy olyan Hát eh? én nem emlékszem arra, hogy mondjuk a, a nikaragói kontráknak nyújtott fegyvertámogatás végül is kormányokat söpört volna el. De, az, Na, két hogy két botrány volt be, de botránynak az... botrány volt, de ott mégiscsak fegyverekről volt szó, és nem annyira messze Amerika határaitól. Hmm. Nem hinném azt, Tehát, mint hogy amikor az mint amikor az Antal kormány adott el kalasnyékokokat Horvátországban. egy háború idején a szomszés ország, abba se bukott bele egyébként az Antal kormány, abból igen, is botrány, botrány volt, keveredett. Igen. Igen. Jó, tehát én azt gondolom, hogy nem lesz ilyen botrány, mert szerintem e, nem támogatta az Egyesült Államok kormánya sem az Action for Democracy-t, sem bennünket. Erre mondtam én, hogy a legnevetségesebb dolog pont a neden keresztül összemosni a, nem tudom, Krisz Maros egyéb, vagy akárkit a cia -vel. semmilyen kapcsolat nincs. Tehát ez az Te egy Egyébként nagyon nem örülnék neki pontosan E, emiatt, hogyha kiderülne az, hogy egy olyan szervezet, amelyhez pályázunk és watchdog tevékenységet látunk el a pályázatból, az egyébként bármilyen formában kampányokat finanszíroz. Még a, a kultúraváltókat kultúra is. De mondom, ilyen sem erült föl soha, tehát ezt még a magyar titkosszolgálti anyag sem állítja ezt. Ők azt állították, hogy ez a szervezet, amely az átlátszót támogatja, ez a CIA-nek a megtestesülése. De ez is egy ostobaság, tehát valljuk be, hogy erre semmilyen bizonyíték nincs, azon kívül, hogy 30 évvel vagy 40 évvel ezelőtt a ned az egyik alapítója azt mondta, hogy régen ezt a tevékenységet, amit a NED végzett, 90-ig Magyarországon, sőt 90, nem tudom, 6 vagy meddig Magyarországon is végezték. Ezt a tevékenységet régen a CIA végezte. Ebből leszűrte a, mondom, rendkívül felületes munkát végző magyar titkosszolgálat, hogy itt bizony a CIA-nak valamiféle kapcsolata lehet, tehát az Action for democracy -hoz. Tehát nyilvánvalóan ez az összeesküvésnek is egy nagyon gyenge alapja lenne. Ez körülbelül az, mint amikor a Facebook is ismer... Maros egynek a Facebook ismerőseiből felállított egy network -et. Tehát, hogy ez nagyon kedves, de mondjuk ebből bármiféle olyat leszűrni, hogy a kormány bárhol, az amerikai kormánynak bármi lett volna a magyar választásokhoz, nem lehet. Én továbbra is fenntartom azt, hogy ha mi vártuk, sokan vártuk, hogy esetleg valamilyen ö, olyan botrány fog kirobbanni, ami mögött akár fölsejlene akár az Európai Uniónak, akár az Egyesült Államoknak bizonyos kormányzati szerve, vagy titkosszolgálata, stb. Gondolok olyanokra, mint ami volt a korábban a videóildikó, féle kitiltási botrány az Egyesült Államokból, ugye a korrupciós, a Fidesz kormány sorozatos korrupciós eseteit fölhánytolgatva, vagy éppenséggel a Szájer féle botrány, amit hát nagyon kevesen gondolják, hogy az teljesen véletlen lenne, hogy pont abban a kocsmában, hova a tulajdonos állítása szerint kilenc Magyarországgyűlési képviselő mellett még Szájer is rendszeresen látogatott ilyen maszk és tömeges melegpartikra, hogy pont aznap este száll ki oda a belga hatóság, és pont egyetlen egy vendégnek a neve szivárok ki a sajtónak, és ez véletlenül éppen egy fideszes politikus akkor, amikor az, amikor az Unió... Én értem, hogy megint az ereszhezésnél vagyunk, de nem értem, hogy ez hogy jön most ide a téma. Úgy, hogyha euh, még egyszer, tehát nem, erre sincs bizonyíték, mert miért is lenne, de, de. Hogy mondjam, ha nem a sors kegyetlen fintorának tekintjük, hogy Brüsszelben éppen azon a nap, éppen ott, éppen ez az ember bukott le, hanem esetleg föltételezzük, hogy ennek egy üzenetértéke volt a Fidesz vezetőjének a számára, hogy gyerekek, lehet szabadságharcot folytatni Brüsszel ellen, de akkor néha lebukik egy-egy politikus, vagy a videóidikóféle kiütírtási botrány, ahol az Egyesült Államok nagyon határozottan beleállt ebbe a korrupciós küzdelembe, hiszen olyan érdekeik sérültek Magyarországon, ami miatt hirtelen a Fidesz korrupció akkoriban szúrta az Egyesült És már nem sérülnek nem, az, az érdekeik, tehát most már rendben vannak az Orbán kormányok? Én azt mondom, hogy ha csak ebből indulunk ki, akkor azért tessék meg hogy ha ezek a kormányok be akartak volna avatkozni, akkor például a jogállamisági vizsgálatot nem a választás után két nappal indítják el, hanem esetleg két héttel korábban. Tehát millió lehetősége lett volna az Egyesült Államok kormányának, az Európai Unió bármelyik kormányának, vezetőinek, és a többi, hogyha nagyon kellemetlen helyzetbe akarták volna hozni Orbán Viktort, akkor rendkívül kellemetlen helyzetbe tudták volna hozni. Én személy szerint biztos vagyok benne, hogy ha a CIA meg akarta volna buktatni Orbán Viktor, akkor Orbán Viktor ma már börtönben ül -e. Ezek rendkívül virtuóz logikai feltételezések, de hát ami első körben Hitelesnek elismert titkos szolgálati információ igazolt tény az az, hogy borzasztóan sok pénz, ez magyar viszonyokhoz, a kampányköltségvetésekhez képest borzasztóan sok pénz érkezett úgy a Mindenki Magyarország a mozgalomhoz, mint a datadathoz és, és az Orekrum 2020 kft ettől az amerikai szervezettől, amelyre azt mondja ez az amerikai szervezet, hogy mikrodonáció, ilyen sikeres mikroadományozási kampányt Magyarország nem látott. És ez egyébként, hogyha valami még érdekli az átlátszót, szót, akkor biztos, hogy ez, hiszen nekünk a költségvetésünknek egy jelentős része olvasóknak a kis adományaiból áll össze, amire uh, ügyekszünk a képességeinkhez képest a lehető legjobban megdolgozni. És, uh, és hát így, ahonnan én most ülök, uh, hunyorítva se hiszem el azt, hogy uh, hogy, hogy ekkora összeget mikrodonációkból cakumpak össze lehet dobálni egy még olyan kultúraváltó kampányra, ami különbözik a politikai kampánytól. Vagyis hát, is mondjam, én nagyon sok mindent elhiszek. Ö, hát, csak egy, éljünk egy hasonlattal, mint az asztal két végében. Tehát ugye az, az átlátszónak minden évben nekünk, életünkben egyszer volt egy kampányunk, teljesen átláthatóan elszámoltunk vele, az egyetlen uh, hitles titkosszolgálati eszközökkel elismert tény, hogy a Mindenki Magyarországon mozgalom fillérre pontosan nyilvánosságra hozta az elszámolásait, amit a Magyar Titkosszolgálat fillérre pontosan hónapos nyomozások után megállapított és megerősített. Tehát ha itt valakit, bárkit Magyarországon a hitles ahogy én mondtam, hitles titkosszolgálati eszközökkel uh, végzett vizsgálat megerősít, azok a, mi vagyunk az mmm csak minket erősített meg. Fillére pontosan nyilvánosságra hoztuk azt, amit ők hónapok nyomozása után nem, nem a, nem a csak megerősítettek. Jó, egy pillanat, elnézést, de... ez az első. Az adományozók, hogy miből menjen össze? Hát nézzük akkor az átlátszónak a büdzséjét, ugye 200 millió per év. Mi egyetlen egyszer csináltunk a kampányt, az átlátszó minden évben kell, hogy kampányt csináljon. Ebből hivatalosan körülbelül a fele az nagy donációk, többek között az Egyesült Államokból érkezik, egyébként kormányzat közeli, vagy kormányzati forrásból, a másik fele pedig, ha jól tudom, mikroadomány. Így van. Na, tehát elmondani. ha 100 millió forint mikroadományt összeszed az átlátszó minden évben, és akkor még nem beszéltünk a Telexről, meg az összes többiről, aki szintén ugyanezen olvasói körből idegszik mikrodonációkat, akkor milyen hihetetlen dolog van abban, hogy például mi, mi, 400 milliót mondtunk, hogy a mi kampányunkban, ami mikrodonáció volt, az 400 millió. Ami magyarországi, magyaroktól érkező mikrodonáció, az 400 millió forint volt. De ön azt is mondja, hogy elhiszi az, az Action for Democracy-nek, hogy ez az az 1,8 milliárd forint, amit önöknek adtak, az is mikrodonáció. Meg elhiszi azt is, hogy az hát az, én, az 1 milliárd forint. Ki vagyok forint... én, hogy megkérdőjelezzem Korányi Dávidnak és az Action for democracy a szavát. Hát ez... Ön egy olyan ember, aki ilyen alaposan el tudja tekinteni az átlátszó költségvetését, és meg tudja mondani, hogy egy tíz éve létező folyamatos. Ez az önök nyilatkozata volt, bocsánat, én önöknek is elhittem ezeket a számokat, az Action for nak is elhittem az ő, ő számokat. Alaposan eltekintette a költségvetésünket, bizonyára tanulmányozta, és bizonyára azonosította azt is, hogy az átlátszó most tíz éve létezik, egy folyamatos, rendszeresen exkluzív híreket és az oktatásokat. Ok, Nagy közlő... tanulmányozója vagyok az átlátszó Szuper, jó. Közdő sok ok, az új segíró központ, ami 10 évvel építette fel, és ö, az építette fel ezt a bizalmat, ö, amelynek köszönhetően évente 100 millió forint mikroadományt össze tud szedni, és ön pedig azt mondja, hogy a Mindenki Magyarország a mozgalom, ami frissiben érkezett a politika pástjára, nem is a saját jogán, hanem, hanem, egy amerikai szervezet ezt a Magyarországon is éppen, hogy csak feltűnt ö, mozgalomnak való Bocsánat. pénzgyűjtés céljából csettintésre be tud szedni 3 milliárd forintot. Elnézést. Elnézést, Tehát akik az átlátszót támogatják, azoknak talán nem túlzás azt mondani, hogy egy kultúraváltás a célja Magyarországon. Milyen esélye van? az átlátszónak erre a kultúrváltásra, hogyha az az MMM, amelynek az elnöke volt Magyarország, Magyarország ellenzékének, ha úgy tetszik, ellenzék által támogatott miniszterelnöki jelölt, Orbán Viktor egyetlen hitles kihívója. Úgy gondolja, hogy az átlátszó 100 millió forintot összetud szedni, meg 100 milliót Amerikából tud szedni, és az Orbán Viktor kihívója nem tud összeszedni 1,8 milliárdot. Soha nem de volt. Magyar de mi a fő profilunkra szedünk össze, és arra kérünk. Mi is pontosan arra. Hogy és de nem, az de egy nem, politikus fő profilja az, hogy politikai kampányt folytasson, és Igen. nem egy kultúraváltást. Na de de bocsánat, nem, nekem is oly bát. Úgy hihetetlen. Ezt nem értem. Hát tehát nem, azért, bocsánat, e, tehát az, hogy Magyarországon kultúraváltás legyen. Az még Bige Lászlónak is érdeke. Aki nem cicózott, ő megmondta, hogy választási kampányra adja azt a pénzt. Aztán ki hova könyveli, az már nem az ő dolga. De ő közölte, hogy ő ezt már pedig választási kampányra adja. Így van, is. De nekem azért nagyon oly bátűnik, mind amit itt elmondott a különböző partnerekről és különböző találkozókról, hogy az átlátszónak alaposabban nézett utána, mint akár Kézoltának, akár Akár korányi folytattam az imént, amit Dávid. Dávidnak, tehát hogy ennyi, ennyi információt sem sikerült beszedni. Na de, ugye ott tartunk annál a pontnál, Bocsánat, amikor... A, a, én abszolút átnéztem, a, nem magyar, az, Márton által egyetlen hiteles titkosszolgálati eszközökkel szerzett információnak nevezett ö, jelentést átnéztem, és abszolút fölkészült vagyok ebből a jelentésből a korányi ö, Dávidról. Most, de Pontos akkor annak idején nem? Hát ami hiteles a prezentációból, az az, amit a Nik főigazgató meg erősített a levélben is, azok nagyjából a pénzösszegeket tartalmazzák, az hálózatábrák, meg a különböző kiemelt, kiemelt személyek és szervezetek életrajzszerűsége előtt én is meglepettem állok számokról próbáltam beszélni. Mint jó. Fert, de jó. Szóval 3 milliárd, nem, még a 3 milliárd nem is tartunk, hanem az csak az, hogy beszélgetnek már idejében Korányi Dáviddal, akivel korábban egyszer találkoztak, aki megpendíti azt, hogy miután tudja, hogy égetően szüksége van az MMM-nek kultúraváltó kampányra. Nem, Magyarországnak szüksége kultúraváltó. Éppen ezért ő mindenféle forrásokból, mikroadományokból össze is tudna szedni kultúraváltó kampányra a 3 milliárd forintot meg. Mert... Ó, bocsánat, tehát itt rögtön objection your runner. Tehát szögezzük le, meghallgattam abban a Tiborral folytatott beszélgetését is Andrásnak. Ott Tibor nem válaszolta meg ezt a kérdést, vagy legalábbis nem úgy, ahogy én most szeretném megválaszolni. Tehát egyrészt nem 3 milliárd, hanem összességében 1,86 milliárd forint érkezett az Action for democracy hozzánk, és semmiféle ígéret nem volt arra, hogy mennyi fog érkezni. Ezt mi nem tudtuk. Tehát mi nem megállapodtunk abból, hogy ők hoznak nekünk 1,86 milliárd, nem tudom, 452 ezer, 124 forintot. Mikor érkezett ez a számlára? E, hát március 20 nem tudom, 8-án e, írtuk alá, vagyis hát akkor sajtóztuk meg. A, tehát ez egy teljesen nyilvános szerződés volt. Az, hogy miért hiányzik bele az összeg, mert nem volt benne az összeg. Hát semmiféle ígéretet nem kaptunk arra, hogy ez 10 dollár lesz, vagy 100 ezer dollár lesz. Fokalmok De addig nem is volt. használtak ebből sem pénzt föl? Nem. nem. Tehát azért hogy ez a pénz, ez a választási harrának a legvégén érkezett, és utána. De akkor az, hogy Orbán Viktor hazudik, amire előbb ön azt mondtam, nem más mondta ön ezelőtt, tehát ez negyed órával ezeket a plakátokat elkészítették. Az MMM. De én azt nem mondtam, hogy amerikai pénzből csináltuk. Rend, akkor viszont az ki, ki Az MMM. Na de hát, hogy az MMM csinálta, és a forrás utána jön, akkor azok az Orbán Viktor hazudik plakátok, meg a migráns számláló, meg és a többi, ezek fedezet nélküli költések voltak. Biztos volt benne olyan, aminek nem volt meg a fedezet abban a pillanatban, amikor megrendeltük, nem sok, de a kampány végén ez már valószínűleg elég nagy számla lehetett, hiszen még júliusban is fizettük a ezeket és a, és a melyik kampány végén? A mi kampányunk, az MMM kampányának a végén. Ami ugye bár nem a választási kampány. Ami nem választási. Ami amely. viszont mennyi pénzből folyt? Kettő és fél milliárd forintból. Folyt. Amit a pártok adtak össze. Nem. A, na, tehát ezért mondom, tehát ezt ne kavarjuk össze. És minden egyéb, tehát a Előbb beszéltünk arról, hogy a magyar átlag választó polgárok meglepődnek valamint, vagy nem. A magyar választópolgárok számára nem kell feltétlenül szétválasztani, de a hatóságok számára feltétlen szét kell választani ezt a két kampányt, tehát legalább mi legyünk szabatosak. Tehát az MMM folytatta a kultúraváltoztató kampányt, a pártok folytatták a pártpolitikai kampányt. A pártpolitikai kampány az, amivel mindenki elszámolt, én magam is, hiszen én, mint hódműzővásárhely Makó. Csongrád Csanád megye négyes számú kerületének, vagy körzetének az összeellenzéki jelöltje, én is 1,2 millió forintot felhasználtam állami támogatásból, állami támogatás. és április hó végéig el is számoltam vele az utolsó fillérig, számlákat leadtuk, azt lejelentettük, megkaptuk, hogy köszönjük szépen, elszámoltunk, elfogadtuk. Na az, az, amit az egyéni jelöltek kapnak, akik ezt, ezt Na és ezt volt egy pár lista is. És van a lista, Úgy és, ugyan, igen és arra a listára volt azt hiszem 672 millió forint, most ezt hasból mondtam, de nagyjából ennyi pénz, plusz a pártok a saját pénzükből még a közösbe bedobtak mintegy 200 millió forintot, annál valamivel kevesebbet, emlékeim szerint. És, Mármint a hat párt 200 a hat párt millió forintot adod be összesen. az országos kampányra. Akkor megfogalmazhatjuk-e azt, hogyha nincsen ez, nincsen ez a culture change kampány menet közben, abban az esetben még rosszabb választási eredmény születik? Hmm. Ezt ugye nem tudjuk. Ez egy föltételezés, de egyébként egy logikus föltételezés lenne. De azt gondolom, nem, én azt gondolom, hogy mi nem rontottuk legalábbis a pártok sikerének az esélyét, ami kultúra változtató kampányunkkal. Mert nekem azért nagyon olyvá tűnik ez, hogy van ön, aki megnyeri az előválasztást, és ez azért sokoknak nem tetszik, és vannak a pártok, amelyek azt mondják, hogy jó, van, akkor viszont fizeste, a, ha már egyszer vitted a zenekart, akkor volt ilyen is, a primást is fizeste. Igen, tehát például a DK filért nem akar beadni ebből a saját pénzéből, ebbe az egész nagy Ezt az meg az is Eg egészen pontosan nagy vita volt, és a többi pár nem engedte <laughs> végül, hogy felálljanak és elmenjenek. Onnan Ez egyiket Korányi minden... Dávidnak említette, hogy többek között azért van szükség intenzív kultúraváltásra Magyarországon, mert a DK nem akar pénzt adni. Tehát még egyszer, te válaszok teljesen ketté a pártoknak az ügye meg az MMM ügyeit. Tehát a pártoknak, a pártpolitikai kampánya ahhoz a korány Dávidnak sem volt semmi köze. Az MMM jelentkezett és felajánlotta a támogatását, írtunk erről egy nagyon szabatos, teljesen nyilvános szerződést, ez alapján hozzánk érkeztek pénzek teljesen nyilvánosan és átláthatóan, amivel fillérrel elszámoltunk, bevétel kiadás oldalon egyaránt. Ez a mi dolgunk, ezt mi felelősen megtettük. Önmagában az egy kultúra változtatás, hogy Magyarországon ilyen előfordult. Hogy életében, Magyarország történelmi életében először volt valaki, aki tisztességesen akar politizálni, és nyilvánvalóan és teljesen nyilvánosan fillére pontosan a magyar titkos által hitlesítettel elszámolt a kampánypénzeivel. Hát én azért emlékszem olyan kampányokra, az fundraising-től az utolsó kihelyezett plakátig egészen világosan és átláthatóan költötték el, amit egyébként bizonyíthatóan mikroadományozók adtak össze. Ez csupán azért, hogy ne, ne, vitassuk el korábbi kampányszervezőktől azt, hogy ők is átláthatóan tették a maguk dolgát. No de, ez ebben az évben, az év elején történik még ez a találkozó Korányi Dáviddal, meg a beszélgetés. Biztos, a, választás előtt történik. Az a választás előtt én azt értem, de hogy körülbelül Ilyen. Mondom, azért nem tudom, fogalma sincs. Ez csak már azért lényeges, hogy mert a magyar titkosszolgálat szóval MMM... ezt is tudja, mert én biztos vagyok benne, MMM hogy MMM-ről beszél, és amelynek ön az elnöke, és amelyre azt mondja, hogy az MMM-nek szánt pénzek, azok nem pártpolitikai pénzek. Na de hát még ennek az évnek az ele elején is az MMM azért küzdött, és ez most csupán a pártokról, meg az összeadásokról, mármint az, hogy ki ad, mennyit ad bele, jutott eszembe. Szóval azért küzdött, hogy önálló hetedik frakcióval rendelkezzen az ellenzéki pártok nem, között. Nem, ez egy félreértés. Én azért küzdöttem, hogy legyen egy hetedik frakció, de nem az MMM küzdött ezért, hanem én. Ezt azért tudni kell, hogy az MMM nem. De ki párt... élet volna az a frakció. MMM nem lehetett volna, mert az MMM nem párt. De akkor ki lehetett volna az? Én a... azt mondtam, hogy legyen egy konzervatív frakció, egyébként akkoriban, hogyha erre is emlékszik András, akkor talán meg emlékszik rá, hogy az Újvilág Néppártból és az Új Kezdetből szerettünk volna egy, a két párt egyesülésével egy új pártot létrehozni, tulajdonképpen technikailag az az Újvilág Néppárt lett volna. Az Újvilág Néppárt nevét akartuk még megváltoztatni, de az Újvilág Néppártnak akartam frakciót. Ezeken nem egy kicsikét ez a sok tisztség, ez nem ilyen kavaró? Tehát, nem semmi nem nem nehéz... nincs az Új nem ja, Ami nem nem a Miniszterelnök jelölt volt, tárgyalt az Új világnéppárt. Nevében nevében többi többi nem 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 vagyok, úgy, meg éremgyűjtő, meg e, mit mondja? Az nem Egyszer csak megjelenik 3 milliárd. Bocsánat, az érműtés csak azért, hogy én a cseh 10 halleres, meg hasonló érmékről beszélek, és nem a. Értem a, a dollárokról. Ne, nem is a dollárokról, meg nem a nagyértékűekről, igen. Jó, hogy kerül a képbe a datadat? A datadat viszont sokkal előbb már dolgozott a kampányunkon. Tehát ők már valamikor, januártól kezdve aktívan jelen voltak. Őket a kik mutatták be önnek? Önnek. Hát most ezt megint hadd ne emlékezzek rá, de a Szigetvári Viktorral valamikor még decemberben találkoztam tavaly, és hogy most kihívott kit, de valószínűleg ő jelentkezett akkoriban is. Nem tudom, hogy kinek honnan kinek a tanácsára. Más, Én akkor találkoztam életemben először Szigetvári Viktorral? Igen. Arról egyébként vásárhelyi polgármesterként nem, nem volt tudomás, hogy ő mondjuk vásárhelyi környékén kiket ismer? Lázár a gondol. Hát mert dolgozott Lázár Jánosnak, tudomásom szerint, igen. Igen, igen Lázár Jánosnak most is, ugye az én kampányomat azt nagyjából én menedzseltem, és egy nagyon kedves fiatal társaság most tud környékén Lázár Jánosnak a Marosvásárhelyi polgármesternek a kampány gurúja volt a helyi kampánymenedzsere, aki Lázár János tájékoztatása szerint nem sokkal később már egy bankoki polgármesternek a kampányán dolgozott, tehát nyilvánvalóan egy nemzetközi szinten ismert profi. Tehát Lázár Jánosnak dolgozott Szigetvári Viktor is, mint nemzetközi szinten ismert profi. Én azt gondolom, hogy egyébként ez nagyon köszönöm, hogy soha nem jutott volna eszembe, de nagyon jó volt, hogy András rákérdezett. Ebből csak egy valami látszik, hogy az, hogy a kampányban mi alkalmaztuk Szigetvári Viktorikat, az nem azért van, mert ők valaha mondjuk a Gyurcsányhoz vagy a Bajnaihoz voltak köthetőek. Hanem, hanem, azért, azért mert Lázár János. Hanem azért, mert Lázár János által is elismert nemzetközi szintű profik. Magyarán szóval Lázár János hitelesíti az ellenzék kampány szakemberét, ez egyre hát kacifántos, ez, ántos, ez, ez figyelj, hogy, figyelj, hogyha a magyar titkos szolgálat hitelesíti az EBB-nek az átláthatóságát, akkor nyugodtan hitelesítheti Lázár János Szigetvári Viktor profizmusát. Hát ezzel most egy kicsikét gondolkodnom kell, és az elhangzottakat emlékszem. De észgetnem. egyébként most akkor, András, térjük vissza, elnézést, félbeszakítottam, pontosan mire gondolt akkor? Ne, a datadatra-nál tartottunk. De a szigetvárói és vásárhelyi kapcsolatainál. erre, amire. Ja, tehát akkor mondanom, a válaszolt Lázár András Jánoshoz szóba, fűződő kapcsolatáról. természetesen Jó. én hoztam szóba, természetesen Lázár Jánoshoz fűződő kapcsolatáról. És hogy ehhez képest meglepő volt, hogy először találkoztak, és hogy mi kell az, hogy akkor ön valakiben az önbizalma megrendüljön. Tehát ugye Gyurcsányjal szemben határozta meg magát, kérte, hogy ne legyen a lista első tíz helyén. Lehet, de, hely, első látható Azt mondta, öt Tessék? Hogy ne legyen a látható első öt helyén a listának Gyurcsány Ferenc neve. És ezt nagyon hálás vagyok neki, ezt ő elfogadta. Nem Rendben. Ő, nem minden, neki, de elfogadta. Hozzákötődik, akkor a nagy helyi ellenlávasának dolgozik valaki, és akkor azt mondja, hogy Rendben, gyere, én mindent elhiszek. Mi, mi, mi kell ahhoz, hogy valaki belőle elkezdjen gyalakodni? Ahogy gyanakodni szerintem nem sok. Tehát <laughs> szerintem gyanakodni az az egészséges, ha az ember gyanakszik. Én szoktam mondani, hogy egy kicsit ilyen paranoiás is vagyok már, mert én sajnos a legtöbb esetben, amikor bizonyítani nem tudom, akkor is össze, ott is vélek összefüggéseket fölfedezni, ahol lehet, hogy nincs. Tehát például, amikor a baltás gyilkost Orbán Viktor szabadon engedte, talán épp az átlátszó nyomozta ki, hogy egyébként egy titkos magyar számlára dollár milliók érkeztek. Óhatatlan, hogy az ember elkezd gyanakodni, hogy van valami összefüggés, hogy ide érkeznek azért milliók dollár Milliók, és egyszer csak Orbán úgy dönt, hogy szabadon engedi a baltányokat. De itt összefüggés csak momentán, csak a választási kampány, te, ha, hadd mondjak, az én változtató az, kampány között nem lehet András, felfedezni. Az, az én paradajámnak egy másik jele, hogy 2009. november 25-ig Orbán Viktor folyamatosan gyalázta Putint, és dicsérte az Európai Uniót. 2009. november 25 én után soha nem gyalázta Putint, soha nem dicsérte többet az Uniót, mindig az Uniót gyalázta, és Putint dicsérte. Tehát óhatatlan, hogy az ember, de az én paradójámnak köszönhető Nyilván valamit azt gondolom, hogy 2009. november 25-én valamit mutatott vagy mondott Putin Orbánnak, amitől Orbán 180 fokos fordulatot vett. Lehet, hogy én vagyok paranoiás. Tehát én gyalakodni mindig gyalakszom. ez alapból van. Például a korrupció üldözésén állandóan a saját kollégáimat is mindig ezzel hajtom, hogy van egy Hódműzővásárhelyen egy beszerzési tanácsunk, azért állítottuk föl, hogy ott egy tizenvalahányan megbeszélünk minden beszerzést. Ha egy ajánlat van, és szerintünk túl drága, akkor visszadobjuk. Nincs eredmény. És azon örködünk például, hogy még véletlenül néha megsértődnek a kollégák. Hogy hogy gondolom én azt? Hát ők ugyan már. Ha véletlen bejön három ajánlat, és szoroszorra egyezik a szövegük, csak a számokat cserélték ki, hogy ezek független ajánlatok lennének, én gyalakszom, hogy nem azok. De mondom, kollégáimat sokszor ezzel üldözöm, de én ilyen gyanakvó ember vagyok. Na jó, térjünk vissza a. a, a Tehát Orbán, én Or, Orbán Viktor uh, nyilatkozataitól és a hódmezőveserhelyi beszerzésekről a datalatra. Tehát januárban már a datadat dolgozott önöknek politikai választási kampányon dolgozott nek. valószínűleg politikai választási kampányos, és ezt nem tudom, mert azt a pártok intézték. Az MMM-nek biztosan dolgozott már onnantól kezdve így. Politikai választási kampány. Nem pártpolitikai választási kampány. Hanem? Hanem nem, hanem kultúraváltoztató kampány. Tehát akkor az MMM már januárban tudta, hogy egyébként párhuzamosan a választási kampányra egy kultúra változtató kampányt fog vinni, amelyhez egy mikro adományozókat keres, kettő Karácsony Gergely és az ellenzéki polgármester jelöltek legnagyobb kampány szervezetét fogja igénybe venni hozzá. Akár. Márkit. Márton. A 24.hu korábban azt írta, hogy március 18-en került megkötésre valamiféle keretszerződésenek meg datadat között, akkor ez mégis valamiféle új szintre. A... ez, nyilván, ez nyilvános, ez a szerződés. Tehát nem kell más tenni, mint a szerződésnek a dátumát leolvasni. Jó, tehát márciusban kötődik egy szerződés. Március 18-án megkötik ezt a keretszerződést. Mi szükség van erre, hogyha egyébként mer együtt dolgozni? Igen. De bocsánat, kivel kötöttük a szerződést? A datodattal. Nem. A datadattal kötöttük március 18 a szerződést? Pontosítsam, hogy a Bocsánat, én az előbb azt hittem, hogy az Action for democracy beszélünk. Nem. Hát akkor ez viszont én nekem is új, tehát akkor a datadattal is csak március 18-án készült szerződés. A 24.hu-nak a cikkét idéztem, március 18 a március 18-a szerepel. Ha lehetséges, ezt nem tagadom, de ettől függetlenül a Szigetvári Viktor... most március 18-án kötöttek önök Hát szerződés. ezek szerint biztosan. Ez most nekem is újdonság. Ez az, hogy örülök, hogy van szerződés adattal, azt, hogy ilyen későn kötöttük, azt nem emlékeztem. De az Action for Democracy-val tudom, hogy márciusban kötöttük, tehát az Action for Democracy-t később. A 24.0 cikke szerint március 18-án az elnökségi ülésen Vékes Sándor arról tájékoztatta a vezetőséget, hogy keretszerződést kötöttek a datadat gmbh val Feltételezem, hogy a vezetőségnek ön is a tagja, illetve az elnökségi ülésnek ön is a részese. Akkor most kapott ön, vagy nem kapott ilyen tájékoztatást Vékes Sándortól március 18 -én. Hát a dátumra én nem emlékeztem. De, de nem, tehát még egyszer a datadat dolgozott nekünk, tény. És az van az szerződés? Meg, most itt ugye az nem az derült ki ebből, hogy március 18-án kötöttük a szerződést, hanem hogy vékás Sándor március 18 8-án el az eldökséget. Nem tudom, mikor. Ki volt tud a még szerződést szerződés kötni az mmm, -n, MMM -n nevében? Hát például az a Véges Sándor is tud szerződést Egyedül szerződés tud szerződést szerződés kötni, egyedül a hát Lehet, hogy ketten vannak, hogyha talán a pénzügyi igazgató és az operatív igazgató külön is tud, én meg egyedül is tudok. Na tehát szerint. van ezek szerint korábbról is már szerződés adat az MMM-mel, vagy lehet, hogy ilyet mégsem fogunk találni. De fognak találni, tehát szerintem van szerződésünk, az 24.hu ezt csak megerősíti. Tehát volt egy szerződés, volt egy közös munka, és ezt a március 18-án. Erről tájékoztatta az operai igazgató a vezetőséget ezek szerint. Hogy valamire egy új keretszerződésre Igen. van szüksége. Uh -huh. Azért van szükség egy új keretszerződésre, mert március 23-án megjön az első nagyobb utalás az Action for democracy -től. 23-án már jött az első utalás. Nem, én szerint ez Jó, szerepel. hát az a szerencsé, hogy önök ezt jobban tudják, hogy én, mert mi mindent nyilvánosságra hoztunk. Igen? Ez tíz nappal a választás előtt van, ugye április 3-án van a választás. Mégis most számunkra az azért nagyon olybá tűnik, hogy, vagy hogy is mondjam csak. Ha gyanúkról beszélünk, és érdekes. Ja, legyen, legyen gyanú. Akkor, akkor talán nem annyira föltől elrugaszkodott valami az, hogy vannak cégek, és vannak cégeknek szereplő, melyek jól ismerik egymást, mert hát hiszen Korányi Dávid mondjuk a Városházán dolgozik, Szigetvári Viktor és az egész datoratos társulat a Karácsony kampányában Én részt nem nem vett, karácsony Gábor, karácsony Gábor, Karácsony Gergely az önjavára lépett vissza karácsony. Hát denger. annak nincs köze ehhez, az Karácsony. Nem hát annyiban lehet hozzá köze, hogy a korábbi karácsony stáb akár az ön tudtával, akár az ön nélkül elkezd dolgozni önért, választ társi kultúra változtató, nem pártpolitikai parlamenti kampányban. És hogy. Nagyon hálás vagyok érte. Stimmel, csak hogy múlva elképzelhető az, hogy utólag önökkel papíroztatják le azokat az összegeket, amelyeket egyébként korábban már elköltöttek. Én nem hiszem azt, hogy március 28-án vagy 23-án megérkezik egy nagyobb utalás, és egy hét akkor, az, 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 és ez akkor ez, 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 az. Ez Ez az, teljesen, abszolút egyetértek, András. Ez abszolút egyetértek. Tehát az, hogy itt egy korábbi elvégzett munkák ellentételezése, van? Simán el tudom képzelni. Aztán el tudja képzelni. Igen, hát Nem, azt, ez... ez azért de nekem számomra ez is nehezen hihetőnek tűnik, hogy március 18-án kötnek egy új keret szerződést, már jelenleg is meglévő partnerükkel. De bocsánat, arról... azt mondta, hogy március 18-án V.K. Sándor tájékoztatott igen. arról, hogy valamikor korábban kötöttek egy szerződést. Hát igen, feltételezem ez valamikor a közelmúltban történt, hiszen egyébként nem lett hát volna szükség a tájékoztatásra, hát hát pedig azt... azt mondta, hogy már januárban is régen együtt dolgoztak. Januárban már a Szigetvári Viktorék föltűntek a mi kampányunkban, így van. De az akkor te... nem, a nem, az nem be... jelenti azt, hogy számláztak is, azt én nem tudom még egyszer, de lezem, hogy akár szerződéssel, Ugye számlázás, számlázás lehet, szerződést megelőzően is. Nagyon sok olyan számlánk van, amihez nem tartozik szerződés, megrendelünk valamit, ugye szóban szokott szerződés, rá szerződést. Meg olyan is lehet, hogy ne aggódjatok, mi csak munkát végzünk, azt majd, hogy ezt mi, miből oldjuk meg, ne fájjon a, a fejetek. Tovább megyek, erre rengeteg példa volt ezt megerősítem megint, csak András nagyon látszik, hogy még nálam is sokkal tapasztaltabb a politikában. Mi rengeteg ilyen felajánlást kaptunk, ahol az emberek ingyen dolgoztak. Nyilván vári Viktor is tudomásom szerint legalább kapott pénzt a datadattól, de szerintem tőlük. Bár a datadatnak mi fizettünk, de közvetlen Szigetvárinak szerintem nem. Tehát az a lényeg, hogy a... Mi alapján fizettek a datadatnak? Hát ha vége szolgáltatást, akkor. Igen, szerződés alapján szerződés alapján. januárban ha... nyilván a nem, nem, azért mondom, és... dolgoztak. Miről beszélünk? De még egyszer, nem tudom, hogy márciusi volt a szerződés, amit ön és azt sem tudom, hogy januárban mit dolgoztak nekünk. Ez most ebből a szempontból mellékes. Amikor dolgoztak, akkor számláztak, azt kifizettük. Olyanra rengeteg példa van, ezt nagyon jól mondja András, hogy valaki akár ingyen is dolgozik. És még olyan is van, aki az egész kampányban nem számlázott ki semmit, és a kampány után kiszámlázta. De ez még nem adatadat. Adat adat. Ez nem adatadat, adat, hiszen kizárólag az Amerikából küldött pénzekből közel két milliárd forint jutott nekik. 1,4 milliárd forint. Az Ez is én így olvastam, én még hiszek, a, ha nem a CIA-féle összeesős elméletet írják, hanem számokat, akkor elhisszük a titkosszolgálatnak a nyomozását, tehát 1,86 milliárdot kapott az MMM, és ebből 1,4 milliárd ment tovább a datadathoz. Továbbá az Oráculum 2027-től kapott egy milliárdból, és több millió forint került a datadathoz, és a datadat professional Kft. És saját jogon is kapott közel 200 millió forintot, mindösszesen közel két milliárd forint. Ezt is elhiszem, bár erről én nyilvánvalóan nem tudtam, és nem is érint. Jó, két kérdésem van. Először is, ha már kultúraváltásról beszéltünk, gondolom az önnel hadban álló kormányzati médiumok jelentős részéről igen lesújtó véleménye van. Nem mondtam ilyen. Hát én feltételezem, hogy mondjuk a 888-szól az origón át ezeket a, a... Volt egy fényszeres or kollega, és láttam, hogy 888-szót olvas, és az illető kollégáról egyébként valóban nem erősítette meg a... Hogy nem, nem lettem ezáltal jobb véleményen, hogyha még a Fideszes is, de 88 ot olvas, ebből azt láttam, hogy valószínűleg... De most, ha most a Cöf után azt mondja, hogy, a, hogy ezek a propaganda termékek is rendben vannak, csak azért... Nem, 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 egyáltalán nincs rendben. Még egyszer, ha két dolog nincs rendben, az egyik, hogyha hazudnak, a másik, hogyha közpénzt küldenek rájuk. Ez mind a kettő igen csak aggályos. Hát meg gondolom, egy újság esetében a stílus sem közömbös. Nézzel, szóval szabadság van. Én személy szerint nem helyes lenne, nem művelem ezt a fajta stílus, de ezzel én nagyon szóval szóval nem tudok ilyen, eh, hogy mondjam, a, eh, aberrációnak olyan fokáról, mint mondjuk Jeszenszki Zsoltnál. Jó, de ez most mindegy, én tudok, én azért hosszan tudok hát, Szerencsére azért van, mert én nem olvasok nyosztan. Mostanság, hál' Istennek eltűntek azért valamelyest az ember szeme elől, de azért hosszan tudnék idézni. Ez csak azért a kultúraváltásra kapcsolatban miatt kérdeztem, mert említette, hogy a januárban a Datalat már dolgozott maguknak, hát a Datalatnak az egyik ilyen fedő szerve, vagy fedő terméke pontosabban, amelyen keresztül az adatgyűjtést folytatják, és amely által a profilozást végzik, az az ez a lényeg. E, .hu, és a nevű internetes kiadvány, Tehát a, és ennek, annak a különböző... Ennek van adatadathoz. Természetes, és ennek a különböző... Ezt még nem olvastam, még önöknél mutat. Pedig azt mondta, hogy olvassad minket, benne van. Be. Benne, benne, van a cikkünkben. Persze, persze. Akkor nem értem a végére. Én át, átkértem ezt a cikket. Az, hogy De... a datadat, a, 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 ezek szerint az ezerlények.hu-nak a... Miért? 2020-as cikkünkben, amit a mostani beszélgetésünk elején hivatkoztunk, úgy, mint amit ön is érdeklődve olvasott, annak körülbelül a negyedik bekezdésében található annak a leírása, hogy a 2019-es önkormányzati választási kampány során az ez ezzel lényegen megjelent hírnek átszázott politikai üzeneteket, a datadat milyen közreműködésével sikerült meghatározott Facebook célcsoportokra szegmentálva pénzért hirdetni. Tehát a datadat fizette a hirdetéseket az ez a lényeg.hu híreire? Nem, nem, nem. Az ez a lényeg fizette a hirdetéseket, ám de a datadat határozta meg azt, hogy ezeket a politikai üzenetként értelmezendő híreket, ezeket pontosan milyen célcsoportokra Tehát az, 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 az ez a lényeg fizetett edetnél. a Ö, nem, az datadat mondta meg, hogy az ez a lényeg, hogyan hirdesse. Ingyen? Hát én nem tudom. Ja, értem. Azt hittem, hogy üzleti kapcsolat egyébként, akkor vissza. egyébként ö, nem merész feltételezés, hogy igen, itt egy körről beszélünk, szóval ez a lényeget használták erre. Ö, az a stílusrendben valamit mondjuk az ez a lényeg képvisel, ez a fajta politikai De Én nem, alatti... most az ez a lényeg alatt értjük azokat az óriás plakátokat is, amik megjelentek valamikor januárban? Mert voltak ilyen, nem tudom, fekete-fehér, zöld, stb. hátterű. Igen, 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 oh. voltak ilyenek valóban. Igen. Igen. Jó, tehát én, az, én annyit találkoztam, bevallom, tehát nagyon kevés, nem tudom, olyanra nem emlékszem, ami engem felháborított volna, de lehet, hogy tényleg volt ilyen, posz, nem tudok róla. Tehát nem, olyan stílusú van, én nem, tehát miniferizésre, vagy mini nem emlékszem, mondjuk. Ó, a, vannak cifrábak is. Lehet, lehet Jó, nem láttam. Vannak cifrábak. Na, akkor viszont foglaljunk össze egy aspektusát a, a dolgoknak. Én egyébként készséggel elhiszem, hogy egy csomó minden zajlik, a, amiről nem tud, van ennek elég baja, őszintén hisz abban, hogy kormányváltás lesz, azt is ö, szerintem azt se tartjuk önmagában ördögtől valónak, azt, hiszen ön kifejezetten utalt is arra, hogy külföldi partnerek, ráadásul olyanok, akik Magyarország szövetségesei vannak, abban érdeke, hogy kiáll a magyar kormány élén. Ráadásul nem önre készültek, tehát hogy így a dolgokat úgy adott esetben még az ön tudtán kívül is intézik. De az nem, vagy mit gondol arról, hogy egyszer csak megjelenik ön mellett, az ön érdekében munkát végezni olyan személy, aki korábban Gyurcsány Ferencnek, aztán Karácsony Gergelynek egy olyan ember ajánl jelentősebb forrást, a, amelyet, aki a, 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 a Karácsony Gergelynek a munkatársa a Városházán. Üm, utólag önben nem merült fel, hogy az önnel szembeni előválasztási kampányban, ahol az ön által felhasználó források sokszorosát költötték el önnel szemben, az honnan származik? Hát. De, de ez még ez utólag sem kezdte el így összerakosgatni, amikor te, nem tudom kizárni, hogy esetleg ugyanabból a körből származott Karácsony Gergely forrása is, bár nyilván az Action for Democracy ebben a formában nem létezett, mert február 24-én hozták létre, tehát azt szinte kizárt, hogy a Bohár Dániel által gyanított módon a 99 mozgalom és Karácsony Gergely előválasztási kampány mögött az Action for Democracy állt volna, hiszen akkor nem létezett. De hogy, de hogy a, az a kör támogatta a Karácsony Gergely kampányát, ez szerintem teljesen, hogy az, ugyanaz a kör. Ez teljesen reális. Én még tovább megyek, Magyarországon is voltak olyan nagyvállalatok, vállalkozók, akik nekem az előválasztás, megkerestem adományokért az előválasztás során, hogy támogassa az MMM-et, illetve az én és azt mondta, hogy ő majd akkor fog támogatni, Hogyha megnyerjük az előválasztást, tehát hogy ő például nem száll Olyan is volt, aki a karácsonyi Gergelyt támogatta korábban, és én is kértem a támogatását, ő mondta, hogy a Gergelyt támogatja, de utána, aztán az előválasztás után viszont támogatta a mi kampányunkat. Ilyen is volt. Tehát Belépte az egy jó. A 99-es mozgalomban beléptem természetesen, én megígértem, és beszoktam is. És azóta volt ilyen összegyűlés a kis. 9... Semmilyen összegyűlés, online léptem be a 99 mozgalomba is. De. Van, tessék, fölmenni a 99 mozgalomnak a honlapjára, és András is be tud lépni. De tehát, nem, nem, vissza, nem, agyad, nincsen, nincsen ilyen szándék ennek következtében ellenőrizni sem tudom, hogy az... Nem kell fizetni se, nem kell taggyűlésekre járni, nem kell kisdobos nyakendőt oh, de elég idős vagyok már ahhoz, hogy megnézem, hogy hova lépek be. Szóval, hogy nem feltétlenül van ilyen szándékom még, még poénból sem, de hogy ez bármiféle következménnyel aztán járt, kapott értesítést, hogy Nem ez... tudom, tudom, de lehet, hogy kaptam e-mailt, ugye ebben az időszakban annyi e-mail jött, különböző, mi is küldtünk, nyilvánvalóan, de én is kaptam rengeteget, tehát óhatatlan, hogy lehet, hogy volt ilyen, őszintén szóval nem nagyon olvasom még az e-maileket semmit. Jó, mert az is az átlátszó volt, amelyik először szedte össze még az előválasztási kampányban a Facebook költéseit a különböző jelöltnek. százmilliókat költöttek el a, a, Facebook, csak a Facebookon a különböző miniszterelnök jelölt jelöltek, meg természetesen a pártok és egyéni jelöltek is, de főleg a miniszterelnök Én ezzel is, is elszámoltam, megjegyzem. Ráadásul az történt, hogy ön úgy nyerte meg online ezt a versengést, hogy önköltött a legkevesebbet a vetétársai közül. Én őszintén szólva, én Karácsony-Gergelyről is elhiszem, hogy abszolút botor és tájékozatlan ezen a területen, és a támogató intéznek helyette minden, de hát rosszul. Tehát az, az, az sem merült fel be önnel, hogy például Karácsony Val Gergelyben, vala, valahonnan valakik 100 milliókat öntöttek, és költöttek, meg. és ezzel nagyon is verték az ambícióit? Azt nem hiszem, hogy nagyon verték az ambícióit, tehát nem, én nem gondolom, hogy ilyen összefüggés lenne. Megint csak a Banati beszélgetés, amit idefelé meghallgattam kíváncsiságból, és abban is elhangzik ez a kérdés, hogy vajon jó ötlet volt-e azokkal a, az a céggel dolgoztatni, meg azokkal a szakemberekkel dolgoztatni, akik már oly sok kampányt elveszítettek. Én továbbra is azt gondolom, hogy ha Lázár János is hitelesítette ezek szerint a Szigetvári Viktort, akkor talán Magyarországon is, nemzetközi térben is a rendelkezésre álló cégek közül ez nem lehetett annyira rossz megjegyzem, ha üzletileg nézzük, akkor valószínűleg ebbe igaz. Hát nem nyertük meg a kampányt, de itt elhangzott az imént, hogy én őszintén hittem abban, hogy kormányváltás lesz. Nem, én őszintén hittem abban, hogy kormányváltás kellene abban nem hittem olyan naivan, hogy mi majd a több százszoros erőforrásból gazdálkodó Fideszt azt le fogjuk győzni, de dolgoztam érte rendületlenül. És természetesen minden segítséget. Éppen azért, mert nekem nagyon fontos volt, hogy Magyarország most is fontos megjegyzem, hogy Magyarország egy európai jogállami demokrácia legyen, valódi keresztény értékrend szerint élhessünk, és a többi. Én minden segítséget kerestem, és elfogadtam ehhez, a datadatnak a segítségét is örömmel vettem. Nem néztem azt, hogy éppen most hogy az elmúlt húsz évben kinek Akinek nem dolgozott, a -e Lázárnak dolgozott, egy Gyurcsánynak dolgozott. -e. Egyébként úgy tudom, hogy a jobbik kivételével minden. Ez valaki a kampány alatt mondta nekem a adatról, hogy a jobbi kivételével minden pártnak dolgoztak már. Már minden, minden ellenzéki pártnak igaz. Nem állítom, hogy a mi hazánknak is, a a, is dolgoztak volna, de az ellenzéki pár pártoknak a jobbik kivételével igen. Szerintem, a, ha a közös, közös jelölteket nézzük, akkor majdnem biztos, De nem addig. Tehát most azt nyilván az összeellenzéki kampányban dolgozhattak már, immár már jobbik jelölteknek is. Most ugyebár ő egy olyan lista élén áll 2022-ben, eh, ahol szervezeti támogatója önnek más a listán nincsen. Tehát nincsen még egy olyan ember, aki azonos szervezetből származik, mint ön. Jönnek mindenféle támogatók, amelyekről itt ebben a beszélgetésben legalábbis túl sokat nem tud elárulni. Oda, Vannak is. olyan munkát végzők ön érdekében, akikről ön túl sok mindent nem de, tud, és de, az sem az tiszta, hogy, hogy pontosan mit csinálnak. Az, ez egy, a science fiction kategóriájába tartozik, hogy van ön, jön kívülről. Hát, bár Gyurcsány Ferenc Kujás Mártonnal szemben kikérte magának ezt a minősítést, de a hasznos hülye, aki most elviszi az egészet, most a kormányváltás van, fél év múlva és mi majd a kör különböző kapcsolatrendszerekből régóta összeállt társaság igazgatja majd a dolgokat? Engem azzal vigasztaltak, hogy, hogy a miniszterelnöki pozíció az egy rendké, közjogilag rendkívül megerősített pozíció, tehát hiába nem áll mögöttem egyetlen párt sem, ettől még a. miniszterelnök sokat jelent, Igen. Abban is biztos vagyok, hogy volt a hat párt közül olyan, és Gyurcsán Ferenc nyilvánvalóan ezek közé tartozott, aki nem ab, még abban sem volt láthatólag érdekelt, hogy győzzünk, hiszen nem sokat tett, ellenkezőleg sokat tett azért, hogy ne győzzünk. Egyébként azt el kell mondjam, hogy nagyon sok más ember viszont mindent megtett azért, hogy az ellenzék győzzön, és ezeknek nagyon hálás vagyok, és a dk belül is vannak olyanok, akik mindent megtettek azért, hogy győzzünk, attól függetlenül, hogy a párt vezető esetleg nem. De... Ez esetleg vagy nem? Nem, nem. Hát én, mondom, azt, én elvártam volna azt, hogy a megbeszéléseknek megfelelően például legfontosabb kampányüzeneteket ezek az emberek, a pártok megosztják a saját oldalaikon. Ez nem egy óriási kérdés, tehát hogyha mondjuk a DK, meg a Jobbik és a többi a saját oldalán az általam százszor elmondottakat megosztotta volna, hogy például eszünk ágában nincs óvodásokat átműteni kisfiúvá, majd elküldeni őket meghalni Ukrajnába. Tehát hogyha esetleg most nyilván sarkítottam, de egyáltalán például a, mi az álláspontunk az ukrán háborúval kapcsolatban ezt, hogyha megosztották volna, talán egy csomó ember megnyugodott volna, hogy nem kell neki meghalni attól, hogy a kormányváltás lesz, hanem csak a szüntetjük meg. Attól még nem fogunk katonákat küldeni Ukrajnába, és még sorolhatnám tovább. Nem fogjuk megszüntetni a minimálbért, stb. Tehát, hogy ezekre a rágalmakra, vádakra, a cáfolatokat megosztották volna, vagy a legfontosabb kampány ígéreteinket, hogy például adómentes minibáber lesz meg, meg... Én mindezt értem, de kérem ezeket nagyon... Ezeket megoszthatta volna. Hát ha nem tette meg, akkor mégsem tett meg mindent azért a kormányváltás érdekében. De például lehet, hogy rossz viszonylatoknak tartotta őket. Ja, az összesen. Mit tudom én. De szóval Akár karácsony Gergely, akár ön, akár bárki más úgy gondolja, hogy tud uralni valamit, és kiderül az, hogy a saját kampányát vagy nem látja át, vagy azt állítja, hogy nem látja át. Abban az esetben, hogy miniszterelnök lett volna, akkor itt ma már és beszélgetnénk egymással, akkor ma fel... már nem egy bukott miniszterelnök kell beszélgetni. Ez nem tudjuk, előtt tehát András, ezt nem tudjuk kizárni, én is mondtam már ilyen valamikor augusztus környékén, hogy valószínűleg, hogyha megnyertük volna a választást, a Fidesz már azóta meg tudott volna buktatni. Nem, De én... ez nem a Fidesz. De a Fidesz is. Ja, az ellenzék is, persze. Kétségkívül. Mind a kettőjüknek megvan erre a hajlama és a tehetsége is. A képessége is, bocsánat. Ezzel együtt, én azt gondolom, hogy a választási ígéretek betartásában még akkor is jobban álltunk volna, mint a Fidesz. Tehát a Fidesz minden, amit de, az a nagyon kevés ígéret, amit tett, azt mind meghazudtalta. Azóta ennél nálunk sokkal jobb lett volna a teljesítmény, még ha. De akkor ezek szerint Gyurcsány Ferencnek jó az, amit a Fidesz csinál? Hát legalábbis nem volt érdeke abban, hogy valaki nem ő megbuktassa a Fideszt, ez láthatóan nem tetszett volna neki. Ebből a szempontból ő szívesebben, hogy már egy sokkal kisebb szemét lesz kakas, tehát ő azt jobban szereti, ha ő ellenzék, ő ezt egyébként a választás két évvel ezelőtt már mondta nekem, hogy ő az ellenzék legnagyobb pártját akarja felépíteni, én mondtam neki, hogy ezzel szemben az én célom az, hogy ő ne az ellenzék, hanem a kormány oldalán legyen, és látta, hogy a Fideszt váltsuk le. De ezt sajnos pontosan látjuk azóta, hát, jól... semmi más ugye nincs, e... hogy Ferenc csak csak az ellenzék legnagyobb pártja akart lenni, ő valójában nem akarta leváltani a Fidesz, nyilván gondolta, hogy nem is lehet, de nem is tett meg érte semmit. Jó, itt milliárdokról beszélünk, amely nyilvánvalóan a, a költségvetés által kampány célokra felhasználhatott pénzek mellett, ha el nem is törpül, de mindenképpen jóval kisebb, különböző nyilatkozataival szembesítjük, de ez az időszak az, amikor például, ha már az előbb említett urat szóba hoztuk, tehát Gyurcsány Ferencet, hogy a Demokratikus Koalíció tévét fog indítani föltehetőleg saját médiát épít ki. Ilyenkor egy kicsikét nem érzi magát rosszul, hogy önnek magyarázkodnia kell mindenféle kultúraváltó, nem pártpolitikai kampány, kampány célú felhasználása miatt, miközben a DK, DK megszemlátomást épít egy birodalmat. Hát nézd, ők ugye ebben a kampányban lényegesen kevesebbet tettek be ebbe a kampányba, mint az MMM vagy én saját magam, erőfeszítés, anyagi és egyéb erőforrások tekintetében. Én ugyanoda tértem vissza, ahol voltam előtte is, egy filer hasztum nem volt az egészből ellenkezőleg, egy nagy lejárató kampányt kaptam a A DK viszont, az, hát most azt mondhatom, ez nem nagy dolog, hogy az ellenzék legnagyobb frakcióját kapta meg, és a legnagyobb kormány támogatásokat is a pártjának, a pártalapítványaknak. Tehát azokból a milliárdokból, amit a Fideszes állam ad a dk abból egyébként okos dolog, azt gondolom, a dk a saját médiája költeni, még akkor is, ha én nem látom, hogy ez hogy járulna hozzá Orbán Viktor megmutatásához. Mi a datadat sem láttuk, hogy hogyan járul hozzá, csak azt láttuk, hogy pénzek folynak ki. Nem, még egyszer, tehát azért a datadat szerintem nem csak most, hanem hogyha már ezt a 2020-as cikkét Mártonnak idéztük, abból is az látszott, hogy a datadat érdemben hozzájárult ahhoz, hogy például Budapesten ma nem fideszes polgármester van. Szerintem érdemben egyetlen egy ember járult hozzá, Borkai de. Az a borzlás volt is hozzájárult érdemben, igen. 2020-as cikkem az 56 millió forint, valami 60 millió uh, forint koordinált elköltéséről szólt, amiből azt az egy tanulságot lehetett levolni, hogy az ellenzéki oldalon akkor volt valamiféle a koncepció a Facebook használatára, még a fidesz oldalon nem. Azt, hogy ez a gyakorlatban milyen hatással bírt, arra nyilván nem tudtam akkor se választ adni. Érdekes hogy... dolog, egyébként csak azért szakítom félbe egy másodpercre, hogy Hordemiző Vásárhelyen 2018. február 25-én az egy történelmi győzelem volt számukra, és vereség a Fidesznek, az volt az első olyan választás, amit Facebookon nyertek meg. Hiszen a hagyományos uh, csatornákon a Fidesz ott is sokkal erősebb volt. De... Way, okay, bocsánat, nem, ne, nem, nem. Azt akarom mondani, hogy ebből, amit én láttam, hogy már 2018 április a választásra a Fidesz már erősebb volt a Facebookon. Tehát a Fidesz annyira gyorsan reagált az, a február 25-i választásra. Lázár Jánosnak másnap lett Facebook profilja. A Fidesz rákapcsolt és profikat szerzőtetett óriási pénzért. Tehát én azt szeret, ennyit szeretnék pontosítani, hogy még ha lehet, hogy a datadatnak köszönhetően a 19-es önkormányzati választáson Budapesten és néhány városban még a datadatnak összenetek az ellenzék Facebookon esetleg valamilyen előnyt élvezett is, de addigra a Fidesz már nem lehet amatőrnek nevezni a Facebookot, ők akkor már rengeteget költöttek rá, és nagyon De hát voltak. pont a erről beszéltünk nem. idáig, hogy a, egyszerűen nem áll arányban a siker, vagy nem lehet össze, egyértelmű összefüggés mondani az elköltött pénz és a siker között. Az nyerte meg az ellenzéki előválasztást, aki a legkevesebb pénzt költötte el és kaptak önök 1,8 milliárd forintot Amerikából, és odaadták a háromnegyedét a datadatnak. Ez jól elköltött pénz. Hát fel, igen, én feltételezem, hogy igen. Hát akkor szerintem. Tehát ha Lázár János által is legprofibnak talált Szigetvári Viktor és cége, az, hogy mondjam, amilyen szolgáltatásokat nyújtott, úgy gondolom, hogy az, azon a területen ők abszolút hogy mondjam, versenyképes szereplők a, a térfélel. Lehet, hogy a Fidesznek még profibb emberei vannak, de azt szerintem az ellenzék nem tudta volna megfizetni. Finkestein, ha élne, valószínűleg mi akkor se tudtuk volna megfizetni. Meg a a Tessék, Meg, a megvan a végszavunk, azt hiszem. a végszavunk, szerintem legyen ez a végszó. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen Márkizai Péternek, hogy itt volt velünk, Sarkani Nagy Márton és Hondandrás, illetve Bodoki Bence volt ma itt az átlátszó podcastjében.